Az előző választáshoz képest ugrásszerűen megnőtt a voksok száma, jelentette ki Fábián Gergely, aki 35 perc című műsorunkban elemezte a választást. A szociológus arra hívta fel a figyelmet, több tényező is befolyásolhatta a szavazókat. Mint mondta, a legfontosabb feladatok között a bizonytalanok megszólítása szerepelt a kampány során. Amikor egy kampányról beszélünk, akkor minden párt arra törekszik, hogy két célcsoportot próbáljon meg megszólítani a kampány során. Az egyik, hogy mozgósítsa a saját szavazóbázisát, a másik, hogy korábbi közleménykutatásokból lehet mindig tudni, hogy a, a bizonytalanoknak az aránya, aki nem is biztos, hogy elmegy, vagy ha elmegy, még nem tudja megmondani, hogy kire akar szavazni, tehát ne, nem tud pártot választani. Azért az Magyarországon általában 30-40 százalék között mozog, attól függ, milyen időszakot vizsgálunk, is ugye ez a, a bizonytalanoknak ez a nagy tömegét is egy kampányban nyilván meg kell tudni szólítani. A, és most úgy néz ki, hogy a Fidesznek ez jobban sikerült, mint az ellenzéki pártoknak. A szociológus elmondta, a medián felmérései alapján várható volt, hogy a fidesz KDMP jobban tudja mozgósítani a szavazókörét, de az is, hogy az eddigi kormánypárt kétharmaddal győz majd. Fábián Gergely hozzátette, hogy amíg a Fidesz kifejezetten egy témára koncentrált a kampány során, az ellenzék ellentétben nem így tett. Az ellenzék pedig nagyon sokféle témába gondolkodott, nagyon sok témát dobott be a köztudatba, ami, amiben aztán már nagyon nehéz volt eligazodni a választópolgároknak, ez az egyik. A másik, hogy bizonytalan helyzetbe hozták a választóikat azzal, hogy hát én hadd fogalmazzak úgy, hogy talán, talán, talán a jobbik tőle eltekintve, a többi párt az olyan, mára-mára olyan nagyvárosi párt lett, tehát nem ismerik a, a vidéket, nem ismerik a vidéki embereket, nem ismerik igazából az ő életüket, gondolkodásukat, életmódjukat, tehát ne, ott nem tudtak igazából, a sok helyen mondjuk az MSZP párbeszédnek nem is volt ő egyéni jelöltje, tehát hogyha járkált az ember össze-vissza Magyarországon, akkor mondjuk ö, látott egyéni jelölt plakátokat kisfalvakban és a Fidesz részéről, a, a jobbik részéről, MSZP részéről legfeljebb olyan központi nagy plakátokat lehetett látni, a, a, amik máshol is ő, voltak. Több választókerületben a Fidesz egyéni jelöltjei 50-60 százalék feletti győzelmet arattak, ami azt jelenti, hogy ezekben a kerületekben matematikailag sem segíthette a kormánypárt leváltását, egyes ellenzéki jelöltek visszalépése a másik javára. Másrészt ugye ez a, ez a matekozás ez még azt feltételezte, hogy ha mi azt mondjuk, hogy X, Z, Y visszalép, tessék rá szavazni, akkor a választók majd ezt automatikusan lekövetik, és automatikusan oda fognak szavazni. De ez igazából nem működött, és erre már előzőleg is mutattak hát bizonyos fokú problémát a, a felmérések, mert abból nagyjából azt lehetett kiolvasni, hogy még a baloldali szavazók nagy valószínűséggel hajlandóak lennének átszavazni, nem mindenki, átszavazni a jobbikos jelöltre, a jobbik szavazói viszont nagyon nem fognak átszavazni a baloldali jelöltre. Fábián Gergely azt is hangsúlyozta, a jobbik a korábbi szélsőségesebb elvekhez képest egy mérsékeltebb politikát folytatott az utóbbi években, amit ellentmondásos lépésként értékeltek a párton belül és a szavazók körében is.